Kedden érkezett Nyíregyházára a Biztonság, Egészségvédelem, Vándorkiállítás, a Szabolcs-Tatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában szakmai fórumot is tartottak a résztvevőknek. A rendezvényen elhangzott, a megyében is egyre több a szabálytalanság a védőeszközök használatával kapcsolatban. A felügyeleti szervek az év első 6 hónapjában több mint 55 millió forint munkavédelmi bírságot szabtak ki országosan. A megyében a bírságok felét azért, mert egyáltalán nincs is megfelelő védőeszköz. Ez pedig balesetekhez vezethet. Évről évre emelkedik a munkabaleseteknek a száma. Meg lehet nézni a munkavédelmi statisztikákat, több ezerrel nőtt az elmúlt esztendőben a korábbi évekhez hasonlóan a munkabaleseti szám. Ez nem túlságosan kedvező, hiszen a családok hazavárnák azokat a munkavállalókat, akik reggel egészségesen és biztonságban levő módon elmennek dolgozni. A mi feladatunk az, hogy ismeretterjesztést végezzünk egyrészt, másrészt pedig megmutassuk a munkavédelmi szakembereknek, hogy milyen védőeszközöket kell, hogy kiválasszanak ahhoz, hogy a munkavállaló egészségben és biztonságban tudjon hazamenni. 2016 első fél évében 10.276 munkabaleset történt Magyarországon. Ez a szám több mint 2000-rel magasabb a korábbi év hasonló időszakához képest. Akkor ugyanis 8.057 munkabaleset történt, hangzott el a fórumon. A KSH adatai szerint a tavalyi éves adat pedig 23.027 baleset. Ezek közül az első fél évben 45 halálos történt. A legveszélyesebb ágazatok a mezőgazdaság és az építőipar, előbbiben azért, mert kis létszámban és veszélyes gépekkel dolgoznak, utóbbinál pedig a magasságból adódik a sok baleset. A leginkább érintett korosztálya 35-44 évesek, de minden munkához fontos a megfelelő védőfelszerelés. Az ártérben, tartályban beszállással, de ugyanúgy a tűzoltóságoknál is, például egy személyi gázérzékelő tűzoltóságoknál a leesés, lezuhanás elleni védőeszközöket azt mélyben és magasban végzett munkáknál, a légzésvédőket azt attól függ, hogy milyen kialakítású, azt nagyon széles területen, szintén poros munkahelyen, gázos munkahelyen, mentésre, munkavégzésre, katasztrófavédelem területén sok helyen. A fórumon az is elhangzott, ha a munkaadó 1 forintot befektet a biztonságba, az 3 forint eredménnyel jár, ugyanis nem lesz munkaidőkiesés, baleset és büntetés sem kell fizetni.